jött hát ez a pillanat is, hamarosan kiderül, ki lesz 2019-ben a kamara virtuózok virtuóza. Hát alig több, mint egy percünk van hátra ebből. Hát nagyon alig több, mint egy perc, úgyhogy hát akárhogy is nézzük, kedves nézőink, ahhoz, hogy szavazzanak a kedvencükre, ahhoz tényleg már csak 60 másodperc van hátra, úgyhogy ezennel az utolsó visszaszámlálást elindítom. Biztosak vagyunk benne, hiszen mi is átéltük, hogy valamennyi formáció, főleg döntőseinkről beszélünk most, felejthetetlen pillanatokkal ajándékoztak meg minket. És nem csak ma este, nem csak a ma estéről mondható ez el, hanem az elmúlt hetek történéseiről is. Én nagyon élveztem mindegyik adást és szinte mindegyik produkciót, úgyhogy remélem, hogy önök is így voltak ezzel az egésszel, és hogyha igen, akkor szavazzanak, vagy SMS-ben, vagy az applikáción keresztül, ahogy látom, másodperceken belül már csak fél perc lesz hátra. Fognak hiányozni nagyon ezek a péntekek, neked is? Nekem abszolút hiányoznak ezek a péntekek, mert ilyen produkciókat nagyon ritkán tudok hallani, nem is tudom, hogy mit fogok csinálni, vagy ezek túl a péntekeimen. És ahogy így végignézek versenyzőinkön, hát mindenkin a várakozás, talán kicsi izgalom is van még, most ugye? Figyelj. Mert hogy 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és vége. Hölgyeim és uraim, ezennel a szavazásnak vége. Pillanatokon belül kiderül, hogy ki lesz az idei kamaravirtuózok fődíjasa. És amíg kollégáink természetesen közjegyző jelenlétében összesítik a szavazatokat, mind az applikáción keresztül leadott voksokat, mind pedig az SMS-ben érkezetteket, hát addig szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki velünk volt a képernyők előtt, vagy akár itt a stúdióban, valamennyi versenyzőnknek, hogy felejthetetlenné tették az elmúlt hetek péntek estéit, és természetesen csodálatos zsűrinknek is. Én nem tudom, mi lesz majd flautika nélkül a péntekjeimen, a kedvesség és a vidámság. A srácok, hát tényleg elbűvölő volt, amit csináltatok, és Lajos, nektek is nagyon-nagyon gratulálok. Fogtok hiányozni, illetve fognak hiányozni. És akkor lehet, én is, de hát azért majd itt a folyosón csak összefutunk. Igen. Viszont a legizgalmasabb pillanatok most jönnek. Mert hogy? Mi lesz? Hát szerintem eredményhirdetés hamarosan. Igen, hát ezek a legizgalmasabb pillanatok, ugye összesítjük az SMS szavazatokat, összesítjük az applikációt. És megpróbáljuk nem összegrondítani a nyelvünket, mert mindenki a sajátját. Szóval lassan-lassan kiderül, hogy vajon ki is lesz az idei kamaravirtuózok győztese, mert lehet, hogy most is kellett volna egy órát indítani, nem, a kollégáknak? De biztos, hallod, hogy... Hallom, hogy tikt... Igen, vagy ezt csak én hallom? Nem, én is hallom, önök is hallják. Igen, akkor valami tényleg van a levegőben. Izgalmas pillanatok ezek, talán azt is megtudjuk, hogy összesen mennyien szavaztak. Én el sem tudom képzelni, de hogyha tényleg ugye a lányok is erről... Szegényeknek van jeges rémület van az arcukon. Nem, én nem látok semmilyen rémületet. Készfogás az látom. Van. Igen. Az energiák... Rémület? Nem, semmi jeges rémületet. Viszont láttad, milyen helyes karkötőjük van? Nem ketyeg az óra, a zsűrit kattogtatja a tollát. Is. Erikának meg a nézők is benne vannak keze. Mindebben. Neked nagyon tetszik az a kivirágzott kéz. Igen, nagyon szép. Szóval az a helyzet, én nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, kedves nézőink, de ez a fordulat, hogy mindenki győztes, ez szerintem tényleg igaz. Tehát minden pénteken azt élhettük át itt a Virtuózok stúdiójában, hogy nem mondom el tovább, mert közben meghallottam, hogy jöhet a végszó, jöhet az eredményhirdetés. Hölgyeim és uraim, kiderül tehát, hogy... Ki lesz a kamaravirtuózok 2019 nyertese? Aki ma a nézők szavazata alapján a legnagyobb, legjobbnak bizonyult. Segítek, a legjobbnak bizonyult. Izgulok. Én is. Nem mondjátok? Mondjátok. Még mi sem tudjuk. Megvan az eredmény. Hölgyeim és uraim, a nyertes tehát a... Tambor Andrea! Kedves nézőink, most pedig a színpadra szólítom Peller Variant, a virtuózok ötletgazdáját és licenc tulajdonosát. Batta Andrást, a Kis Virtuózok Alapítvány elnökét,
valamint dr. Békefi Veronikát, a Nurd Neckermann Kft. Ügyvezető igazgatóját, a Virtuózok jubileumi hangversenyének főtámogatóját, hogy együtt adják át a díjakat. Beller Marian már érkezik is a díjakkal. Természetesen a gratuláció fogadása is legalább ilyen fontos, de fiúk, vegyétek át a nyereményeteket. Magyarország első kamara virtuóza, tehát a tamborán Beller Marian adja át a bruttó 12 millió forintos fődíjat. A boldog tulajdonosok egy éven keresztül havonta bruttó 1 millió forintot kapnak, amelyet zenei tanulmányaikra vagy zenei pályafutásukra fordíthatnak. Szívből gratulálunk a tamborán triónak. De hát van még ugye két másik döntősünk. Felkérem Batta Andrást, a Kis Virtuózok Alapítvány elnökét és dr. Békefi Veronikát, a Nurd Neckermann Kft. Ügyvezető igazgatóját. Adja át a díjakat a Kamara Virtuózok másik két döntősének, a Flautikának, valamint Sárközi Lajosnak és zenekarának, akik szintén felejthetetlen pillanatokkal ajándékoztak meg minket. És a három döntős formáció jutalma egy közös nemzetközi koncert lehetőség a Virtuózok sztárjaival, az Alfa Romeo támogatásával. Gratulálunk és köszönjük mindenkinek,